Engedjék meg, hogy egy kicsit messzibről indítsam a témát. Természetesen nem feladatom az, hogy konkrétan a most kialakult helyzetről, akár csak egy kommentet is ehhez hozzáfűzzek, erről beszéljek, inkább talán az a feladatom, hogy általában a világban végbe menő tengerhajózás érintő folyamatokat vázoljam föl, és ennek tükrében jussak el valahol az észak-adriai kikötőkig. Talán azzal kezdeném, hogy volt a 19. századnak egy óriási tudású és nagyhatalmú miniszterelnöke Angliában, úgy hívták, hogy Disraeli. Bizonyára ez a név nem ismeretlen önök előtt. Ő jelentette ki, hogy Anglia kikötők nélkül olyan, mint a manchesteri iparos kéz nélkül. Ez a hasonlat minden bizonnyal illik egy szigetországra, amelynek a viszonyai determinálták ezt a kijelentést. Ha most Disraeli élne, érdekes lenne szembesíteni azzal, hogy mit mondanának azoknak az országoknak az államfői miniszterelnökei, akik itt középső Európában, és most nem Közép-Európát mondok szándékosan, landlocked, vagyis tenger nélküli országok. A kép ugye nagyon zavaros, mert hiszen el kell vetni a földrajzi determinizmusnak azokat a tételeit, hogy a tenger a minden, azt teszi gazdaggá a nemzeteket. Hiszen gondoljunk egy Svájcra, gondoljunk a mai Ausztriára, gondoljunk a Csehországra, és hát nem éppen jellemző ezekre az országokra az elmaradottság. Tehát arról van szó, hogy valóban a közvetlen tengerpart az természetes, hogy óriási előnyöket jelent bizonyos helyzetekben és bizonyos gazdasági fejlettség mellett, de ismerünk olyan szigetországokat, ahol mély nyomorban él a lakosság, mert egyszerűen az általános társadalmi gazdasági viszonyok nem kedveznek arra, hogy a természeti feltételeket kiaknázzák. Miután itt az észak-adriai térségről van szó elsősorban, engedjék meg, hogy elsősorban egy rövid áttekintést adjak a Fiume és Trieste viszonyáról, hiszen itt egy olyan duális kapcsolatról van szó, amely a monarchia idejében teljesedett ki, nagy ellentmondásokkal és nagyon érdekes viszonylatokkal. Abból indulnék ki, hogy ha a versenynél feltétel az, hogy azonos feltételek mellett induljunk el, mert úgy tisztességes, akkor nagyjából talán egy szezurát húzhatunk, hogy Mária Terézia tájékán, amikor uralkodott, és visszaadta nekünk Fiumét, és ugyanakkor szabad kikötővé tette mind a két kikötőt, Triestet és Fiumét. Ezzel nem akarom azt mondani, hogy a Magyarország tengeri kikötője az paritásos lett volna kezdetben már mondjuk Triesttel, de kétségtelen, hogy nem voltak nagy distanciák a két opció között. Miről van szó? Egy olyan multikulturális közegben vagyunk lent az Adriánál, ahol lényegében összetorlódnak többfajta nemzeti, hogy mondjam, tömbök. Összetorlódik a délszláv tömb a germánnal és az itáliaival, ha úgy tetszik, a latinnal. Mindezeknek azonban van egy érdekes integráló tényezője, ez pedig az olasz nyelv, és ez nagyjából mind a mai napig megmaradt, annak ellenére, hogy voltak olyan nagyon-nagyon erős és nagyon durva megmozdulások, amelyek stordinozni akarják. De nem szabad elfelejteni, hogy ahogy a monarchiában ma is a tengerészetnek az olasz ugye a nyelve, és annak idején a Magyar Királyi Tengerészeti Akadémián olasz nyelvvel oktattak. Na, ezzel csak azt akartam érzékeltetni, hogy Fiume lényegében mindig is egy kicsi szeparált térsége volt Magyarországnak, és egy nagyon sajátos millió vette körül. Gondoljunk arra, hogy Dalmácia annak idején, az 1800-as évek elején mondjuk, és azt követően közjogilag Magyarországnak számított,
miközben Ausztria tartománya volt. Tehát ez egy olyan distinkció, egy olyan ellenmondás itt, amiben számolni kell. A két kikötő fejlődésében, hogyha a viszonylatait nézem, nagyjából három időszakot tudok elkülöníteni. Az egyik az 1857, amikor kérem szépen megépült Fiumébe, megépült Triestbe a vasút. Itt bemutatok egy vázlatot arról, hogy az osztrák birodalom, vagy akkor még nem monarchiáról beszélünk, hanem osztrák császárságról, milyen nagyon érdekes, előnybehozások történtek, hogy így fejezem ki magamat, a déli végeken, kizárólag stratégia okok miatt, részben az itt lévő bányáknak a vagyona miatt és a termelése miatt, nem beszélve arról, hogy Csehországot, valamint a mai Lengyelország déli részét bekapcsoló hálózatra mennyire szüksége volt Ausztriának, miközben az igazi Ausztria területén, mert az Alpok területe, ott alig volt vasút. És ha önök a magyar közlekedés történetbe egy kicsit betekintenek, akkor állandóan arra szoktak hivatkozni, hát igen, először az összekötetésünk ugye Magyarországnak csak Triesttel volt meg, holott történelmileg a helyzet más. Egy teljesen paradox dolog, lehet, hogy ezt se hiszik nekem, mert amikor először én ezt elkezdtem gondolkodni, magam is szembesültem azzal, hogy nagyon hihetetlen. Ez pedig az, hogy kérem tisztelettel mi Pest-Budáról Hamburggal előbb voltunk kapcsolatban, mint Triesttel. Ez egy novum. Tehát tegye fel a kezét az, aki mást hallott erről. Most már nehogy azt higgyék, hogy fényezni akarom magamat, csak az, hogy milyen döbbenetes cezurák vannak mondjuk a közlekedés történelemben. És 1857-ig, amíg nem volt vasút, mind a két isztriai kikötő, mert én csak így mondom, az egyik a Triest, a másik a Fiume, kizárólag közúton volt elérhetők. A Habsburgok, ha nem önzetlenül, a saját infrastruktúrájuk által létrehozott előnyök, mert ugye 1851-től vagyunk csak Vámunió, előtte még Magyarország és Ausztria különböző vám egységnek, vám területnek számított, ugye ez egy nagyon lényeges kérdés. Úgy higgyék el, hogy lényegében nem volt különbség a kettő megközelíthetősége között. Ez egy nagyon lényeges kérdés, hogy a kikötőt hogy lehet elérni. Hát hiába van egy kikötő, hiába van berendezés, ha nem tudom elérni, vége. A hátországgal nincs kapcsolat, akkor miről beszélünk? Nos, megépítették a Habsburgok a saját nevükről elnevezett Lujza, Károly, stb. Utakat Fiume és környékére. Ugyanúgy képültek az utak Triestig. A második időszak az, amikor kérem szépen, menjél vissza, amikor az van, hogy Magyarország gond, itt ugye nem lehet ezt látni sajnos, mert nem volt annyi diám, képül a déli vasútnak egy hálózata Balatontól nyugatra. És ez az egész nyugati hálózat, ez mind Triestbe viszi az árut. Tehát Fiume csak 1873-ban kapott egy láncot, amely több tulajdonosú volt. És csak a 80-as évek elején lett a MÁV tulajdona, amikor Magyar Vasutak létrejött. Mit mondhatunk erről? Azt, hogy tökéletesen ki volt szolgáltatva Magyarország Triestnek. És ezzel a déli vasút nagyon visszaért. A tarifái egész Európában példátlanul magasak voltak. Majd más összefüggésben erre a témáról térjük. A harmadik időszak az, amikor Magyarországnak létrejön a vasúthálózata, és ahogyan ezen az ábrán ezt érzékelni lehet, természetes az, hogy a nyugati orientáció volt a legerősebb 1913-ban, de hogy tetszenek látni, addigra már kiépült az a vasút, amit egyébként már Széchenyi megálmodott.
Ugye biztos tudják azt, hogy Széchenyi és Kossuth között nagy különbség volt abban, hogy a vasút merre érje el Fiumét. Ugyanis pragmatista volt, és a fillérekért is lehajolt, ha itt teszik Kossuth, aki azt mondta, hogy le kell menni Vukováron Dunán, onnét kell építeni a vasutat Fiumébe. Erre Széchenyi azt mondta, hogy ha nem őrülünk meg, hogy délszláv területeken keresztül vezessük hosszan a vasutat. Tehát ő benne mondjuk a nacionalista érzés az sokkal erősebb volt ilyen értelemben, aztán ki eldönteti, hogy ez, ennek milyen következménye van, aki egyáltalában, hogy hova teszi az értékítéletében. Nos, ahogyan látni lehet, egy fantasztikus, centrális hálózat alakult ki, amely a román hálózattal csak 1879-ben tartott kapcsolat attól a ponttól kezdve, egyrészt Orsovánál, egyrészt a Vöröstoronyi szorosról, egyrészt Pepredeánál. Ebből adódik az, hogy bár tett olyan célzás, hogy netán Konstanca nem jöhet számításba Magyarország kikötőjéül, hát kérem szépen, az adottságok nem voltak meg hozzá, hogyha az előbb említetteket végig gondoljuk, és a későbbiekben is Konstanca Magyarországnak mindig egy olyan nagyon a háttérben lévő opciója a mai napig, ugyan van ugye kirendeltségünk Konstancában, de hogy az ember az adatokat nézi, hát nem túlzottan nagy, ha úgy tetszik, az orientáció. De hozzátehetem azt, hogy nem csak Konstancában nem olyan nagy az orientáció, és nem volt akkor a 19. században, beszélek, hanem ugyanúgy Szaloniki kimaradt, ugyanúgy Konstantinápoly kimaradt, az Isztambul. Miért? Mert a német imperializmus az 1878-as berlini kongresszus után gondoskodott arról, hogy a vasutakat ugyan abba az irányba megépítette, mert miért? Hát egyrészt ugye az ezi csatorna akkor már megvolt, és borzasztó fontos volt az, hogy egy legközelebbi pontot találnak. A másik, talán biztos hallottak a bagdadi vasútról, hogy Németország elképzelésé a közel-kelet irányába már nagyon korán beérlelődtek. Na most visszatérve a két kikötő viszonyára. Azt mondhatom, hogy a két kikötő között egy ilyen komplementer viszony alakult ki, ami annyit jelentett, hogy nem helyettesítették egymást de facto, hanem csak kiegészítették egymást. Ez annyit jelentett, hogy például a Cseh Sör Árpád azt nem Triesten, hanem Fiumén keresztül vitték keresztül, és nem akarom mondhatni önöket, horribile dictu, nem csak a kávét hozták mondjuk Triesten keresztül Pest-Budára, hanem kérem szépen még a nyers bőrt is, ami eléggé ronda portéka, és eléggé nyers áru, de ott voltak berendezkedve. Tehát egy bizonyos, nagyon halvány feladatmegosztást látunk a két kikötő között. Az is rendkívül érdekes a két kikötő összehasonlításánál, hogy Triesz kezdettől fogva egy behozatali kikötő, Fiume pedig egy kiviteli kikötő. És 1910-es évek elejére oda jutott Fiume, hogy nem csak, hogy a világ egyik legnagyobb gabona exportőre volt, hanem nyugodtan meg lehet fogozkodni a fotelekbe, a 40%-a cukor volt. És ilyenkor visszagondolok arra, hogy a mai időben ugye maradt egy cukorgyárunk, a monarchia idején volt 34 darab, és olyan borzalmas mennyiségű cukrot állított elő Magyarország, hogy a kivitelben a törököket mi láttuk el, az olaszokat mi láttuk el. Kérem tisztelete, engedjék meg, hogy visszaéljék a türelmükkel egy kicsit. Mégpedig azért, mert ugorjunk egyet a mai világba. Miről beszélünk? Arról, hogy egy globalizált világban élünk, ahol teljesen átalakultak a régi viszonyok, a régi struktúrák, és ez mindenre vonatkozik. Ugye egyrészt beszélhetünk egy gazdasági globalizációról, másrészt pedig egy kulturális mondializációról. Az utóbbi ugye nem germán név, hanem latin. Itt azért van ez a kettőség, hogy még jobban kiemeljük a kettőnek a különbségét. Sajnos a mondializáció, hát, hogy is mondjam,
egy kicsit olyan szubkultúrára sikerült, szabad ezt a kijelentést talán megtennem. Viszont ugyanakkor a nyertese ennek a tengerhajózás. Na most a tengerhajózás és a globalizáció közötti összefüggéseket azt hiszem nem kell önöknek bemutatni, de egy triviális dolog, csak arra hívnám fel a figyelmet, hogy bár a tengerhajózás gyorsan emelkedett, mint a GDP, sőt, mint az OECD államoknak az ipari termelése, ez teljesen világos, viszont ugyanakkor elmaradt a kereskedelem általános növekedése mögött. És ebben az Európai Uniónak és a különfajta tömböknek, most a Kelet-Ázsia, stb. Gondoljuk el, hogy Kelet-Ázsián belül már nagyobb a forgalom újabban, és ez nem csak Kína generálja, hanem más is, mint egyébként a különfajta kontinensek között. Mi az, ami ezt az óriási változást lényegében kiváltotta? Hát egyrészt az, hogy a nyersanyag források eltávolodtak egymástól, illetőleg úgy is mondhatom, hogy eltávolodtak a felhasználó helyektől. Azt hiszem, ezzel újdonságot nem mondok. Talán a másik is elgondolkodható a kiszervezés, az outsourcing. Ebben az esetben ugye arról van szó, hogy az ipari világ nyugaton úgy megfosztotta magát az ipartól, hogy ma már ugye Németország legnagyobb iparvárosát úgy hívják, hogy São Paulo, ahol körülbelül 1.300.000 ember dolgozik a 18 milliós városban német vállalatoknak. És akkor folytathatnám a sort, hogy mondjuk Chongqingban az Apple és egyebeknek hány százaléka települt oda, és amikor itt a Kína és versus Egyesült Államok közötti birkózásnak a távoli hallgatói vagyunk, akkor azért nem szabad elfelejteni azt, hogy itt nem arról van csupán szó, hogy Amerikában megtermelt áruk, hanem a Kínában megtermelt amerikai áruk, és ha így kalkulálok, akkor az egész kérdést egy kicsit más megvilágításba jön. Elnézést a kitérését. Nos, ott tartottam tehát az outsourcingnál, és más egyéb ugye, dolgok, azt hiszem az idő nagyon sürget, tovább kell mennünk. Na, nézzük meg azt, hogy ez a sino globalizáció. Mert én valahogyan hajlamos vagyok arra, hogy itt tartunk. Nem amerikai globalizáció van ma már. Persze, hogy van. Mondok egy példát. Az Egyesült Államok 64 ország számára az első a külkereskedelemben. Kína 123 ország számára. Tehát azt hiszem ez az adat, ez mindent megmond arról, hogy hol tart Kína ma. És ezért sino globalizációról lehet beszélni, és ennek, ha a táblázatot megnézzük, olyan jelét látjuk, hogy miközben még 85-ben, amikor már volt asztali számítógép, amikor már beléptünk az információs társadalomba, akkor még mindig a transatlanti kapcsolat 40% volt. Szíveskedjenek ide nézni, 12%-nál tartunk ma. Amerika nem tud egyszerűen az Európával mit csinálni, és fordítva. Nem vagyunk igazi partnerei egymásnak, mert egyszerűen hiányoznak azok a termékek, amelyek bizonyos high-tech kivételével természetesen, meg hadipar, meg stb., amelyek populárisak, és amelyek valóban a nagykereskedelemnek a tárgyai lennének. Mi van a transzpacifikussal, vagy a csendes óceánival, amit nagyon leegyszerűsítve távol-kelet-Kína közötti kapcsolatnak nézem? Hát én nagyon csöppent, erősödött. De lényegében szinten maradt, ha megnézik a köztes időszakokat. Hát akkor mi is van a távol-kelet és Európa között? Hát ugye akkor mi 85-ben még kezdetét vette már nagyjából a Kínával való kapcsolat, hiszen Deng Xiaoping ugye a 70-es években még megnyitotta a kapuit, ez egy külön kérdés, hogy nem volt politikai kapunyitás, csak egy kereskedelmi. No, hol tartunk most? Hát ahogyan látjuk, bizony megelőztük a transzpacifikust. Tehát ma azt lehet mondani, hogy a Kína és egyáltalában a Dél-Kelet-Ázsia és az egész Kelet-Ázsiai több, az egyértelműen tarolja az európai piacot, és most már, arra most nem hoztam adatokat, de
ugye itt arról írok, hogy egy erős az egyensúlytalanság. Hát ez Kína és az Egyesült Államok tekintetében ismert dolog, viszont olyan adatok szerint nagyon érdekes az, hogy milyen mértékben viszonos a forgalom Európa felől. Nagyjából úgy néz ki, hogyha számszerűsítek, hogyha 100-nak veszem az Ázsia-Európa forgalmat, ezen belül Kína-Európa forgalmat, akkor az Európa-Kína forgalom már ott tart a 70-80%-nál. Ezelőtt egy 15-20 éve még olyan 30% körül volt. Itt most én a materiális dolgokról beszélek, és nem az árról. Ugye a statisztikában, a mi közlekedés-gazdasági berkeimben állandó probléma, hogy árról legyen szó, vagy pedig a tonnákról legyen szó, vagy TU-król. És hát azért, ugye vessünk egy pillantást arra, hogy nem hoztam most erre, hogy nehogy az időt ezzel raboljam. Kérem, valamikor a világ legnagyobb kikötője Rotterdam volt. Ma pedig ott tartunk, hogy a 10-ből 8 kínai. És ez vonatkozik a konténerekre, nem fogom felsorolni őket, nem folytatok. Meg kell ismerkednünk egy új fogalommal, ez a logisztikai távolság. Én úgy gondoltam, hogy a földrajzi távolságot, ugye azt mindenki már általános iskolában megtanulja, az időtávolságot is értelmezni tudjuk, hogy egységnyi idő alatt megtett távolságról van szó. A gazdaságit, azt tanítják mindenit most már a gazdasággal foglalkozó tanintézetekben, hogy bizonyos költségekkel megtett távolság. Én bevezettem egy olyan fogalmat, és nem az udvariasság mondatja ezt velem önök felé, mert a logisztikai berkevel vagyok most pillanatnyilag, de úgy éreztem, hogy be kell vezetni ezt a fogalmat. A mai világ, és majd látjuk azt, hogy már korábban sem dolgozott a földrajzi távolsága, meg a gazdasági távolsága, hanem minden olyan előny, ami elérhető a közvetlen költségeken túlmutatva. Tehát ilyen a hajójáratok sűrűsége. Hát kérem szépen, nem mindegy az, hogy naponta indul mondjuk az általam kedvezményezett irányban egy hajó, vagy pedig 20 napot kell várni a kikötőben arra, ugye? A másik az, hogy képes-e nagy hajókat befogadni. Na ez a mai korban, miután gigantikus hajók vannak, és az egész világ a gigantizálódás felé hajlik, 20 ezer TU fölötti hajókat gyártanak ma már Kínában. Na most ehhez képest ugye gondoljunk arra, hogy itt Kelet-Közép-Európában nem hogy ezt nem tudja befogadni, hanem még csak most igyekeznek Kóperben is 12 ezer TU-sra fölbővíteni a 7500 befogadó képességeket. És ott van a nem utolsó sorban a szolgáltatás minősége. Egész odáig, hogy vannak-e sztrájkok. Nem csak az, hogy föltörik a konténert, mert azért az elég ritka, meg nem az, hogy a rakodás ügyintézése az mennyire bürokratikus, és mennyire hát figyelnek oda, hanem ma már a déli kikötőkben egy nagyon komoly probléma. Horribile dictu, nyugat-európai kikötőkben is. 2-3 évre leállnak a sztrájkok miatt. De már vannak már ilyen sztrájk táblázatok a logisztikusoknál, akik ezt is így a későbbi időben figyelembe veszik. Na, hogy a szavaim ne legyenek annyira üres mondatok, egy jó példát szeretnék ide felhozni. Szíveskedjenek ránézni erre a térképre. Ugye arról van szó, hogy itt ér véget a magyar határ. Itt van a Bécs-Trieszti vasút, csak itt van Csehország, ez itt pedig ugye az egykori Német Birodalom. A Német Birodalomnak egy jó része és Ausztria már se nem Triest, se nem Hamburg vonzásában került, hanem a nyugati kikötők. És kérem, ez a mai napig így van. A Rajna-völgy, amely a legnémetebb idézőjelbe téve tája Németországnak, az Rotterdam hatás alatt van. Erre mondják azt, hogy a Ruhr-vidéken esik az eső, fölhúzzák az ernyőt ugye Rotterdamba. Na most itt az alakult ki, hogy a Csehország volt a monarchia ipari műhelye. Az egyfőre jutó GDP-ben 15%-kal haladta meg például Felső Ausztriát, hogy csak egy számot mondjak. És a csehek, bár ők nem volt, ugye volt arról szó egyszer, hogy a dualizmus helyett realizmus csinálnak a Habsburgok, nem került rá a sor. A csehek voltak annyira önállóak, hogy egyszerűen
kezdettől fogva Hamburg felé hajlott az orientációk. Miért? Hát azért, mert a Völtava és az Elbán keresztül Hamburggal ők folyóvizen tudták tartani a kapcsolatot. Ne felejtsük el, a 19. században egészen más jelentett a folyóvízi hajózás, mint napjainkban. Olyannyira, hogy még a szocialista időszakban, a 60-as években is konténereket vittek Csehországból, ma legjobb tudomásom szerint csak a legritkább esetben fordul elő minden nap, mint a vasútra. Na de, mi történt? Triest annyira bajba volt a forgalom szempontjából, hogy az osztrák császári állam maga a burg illetékes gazdasági vezetői kidolgoztak egy tervet Triest megmentésére Hamburggal szemben. Ennek az első eleme az volt, hogy az osztrák vasúti tarifát lépcsősé tették. Hihetetlenül olcsóvá tették Csehország északi részén, hogy nehogy eszébe jusson valakinek, hogy Hamburg felé megy, jöjjön Triest felé. Kérem, hogy tetszenek látni, 60%-os kedvezményt adtak. És akkor itt olyan látják, olyan közeledünk hát Triest felé, úgy csökken ennek a kedvezménynek a nagysága. Na de, ez mind nem volt még elég, hanem a Triestben bejegyzett, regisztrált tengerhajózási társaságoknak hatalmas kedvezményeket adtak. És folytathatnám a sort, hogy tették tönkre például mondjuk azokat a vállalkozókat, akik Hamburg felé akartak például hajózni. Nagyon-nagyon összetett a dolog. A lényege az, hogy mindezek ellenére Hamburg felé ment a forgalom. És akkor itt jön be az az önök által jól ismert méreggazdaság, az economies of scale, ami annyit jelent, hogy ha nagy mennyiségről van szó, mindjárt más kisebb a fajlagos költség, és mindazok a plusz tulajdonságok tornyosultak Hamburgban. Na most, hogy ez meddig fajult, csak legyen szabad két példát mondanom. Kérem, Csehország ugye mindig is nagy cukorrépa termelő volt. A cseh cukrot nem vasúton vitték le Triestbe, hanem Hamburgon keresztül vitték el, kérem szépen, Törökországba és Dél-Olaszországba. De még ennél is penetránsabb az a példa, korabeli, tehát ez nem olyan, hogy kitalált dolog, hanem az akkori írásokból kutattam én ezeket ki. Olyan felháborodás van, azt mondja az illető, hát mégiscsak tarthatatlan az, már ránk nézve, osztrákokra nézve, hogy a Hongkongba küldött szállítmány, mondják ezt, az Bécs környékéről nem Triesten keresztül megy el, hanem Hamburgon keresztül. Na most ebben természetesen benne volt az akkori német hajózási társaságoknak is hát a versenypolitikája, úgyhogy egy nagyon érdekes kérdés. Hát ennyit a egykoriról. Ugye miről beszéltünk? Hogy van itt egy óriási kerülő. Meg kell kerülni Hamburgból az egész Nyugat-Európát, az Ibériai félszigetet. Mit kellene csinálni? Hát azt kellene csinálni, hogy létre kell hozni folyosókat itt a Rotterdam, Hamburg, Antwerpen, Rencsk és a déli kikötő között, teszem a Genova, de éppen úgy az Egyesült, tehát az Európai Unió megelőző szervezete az Európai Közösség által létrehozott Marseille-Fos között. És valóban van egy ilyen folyosó, és ennek ugye az utóbbi alagútjait, amelyek közül a Gotthard, ugye tudjuk azt, hogy 50 km körül, mert nemrégen fejezték pár éve, a Lötschberg ugyancsak, ezek már működnek. Igen ám, de ott a probléma, hogy ezek elsősorban a személyszállítást szolgálják, a nagysebességű vasutakat szolgálják. Éjszaka mennek rajta gyors, rapid, tehát rapid tervonatok is, de ez eléggé korlátozott. A másik, ami fő gond az, hogy nagyjából Torinótól egészen Genováig a Apennének területén most folynak hatalmas építkezések Európai Uniós forrásokból, alagút építések, és ha ez meg lesz, talán akkor egy kicsit jobban fog ez a folyosó működni. Ma az elvárásoktól nagyon-nagyon messze van. Tehát itt van egy lehetőség, és a valóság sajnos
mi továbbra is az, hogy bekerüljük egész Délnyugat-Európát, és csak úgy tudunk tovább haladni a Távol-Kelet felé. Hát ugye a másik dolog az, és itt majd nagyon kérem a véleményüket, és főként a vállalati aspektust, hogy hogyan értékeljük a lengyel kikötőkből az Adria felé menő Baltikum-Adria koridort, ugyanis ennek a hivatalos variációja Magyarországot nem érinti, ha még tetszenek látni, hát kimarad belőle. Láttam olyan variációt, amely átmegy Magyarországon. Itt az a gond, hogy egyelőre megint csak a személyközlekedés szempontjából látjuk ezt egy fantáziadús megoldásnak, hiszen ugye erről már kormánynyilatkozatok is voltak, ugyancsak, hogy jó lenne, és hogy együtt dolgozunk, de még mindig nem látom a garanciáját annak, hogy élne ez a fajta észak-déli strang. Van egy erős forgalomrajtja, 3-4 millió tonna évente, de ez nagyon-nagyon messze van attól, ami potenciál lenne ebbe, ha ki lenne építve. Mert itt megint az van, hogy nem interoperabilis. Tehát egyszerűen a különfajta részek között nincsen meg a forgalmi műszaki homogenitás. Egy lényeges kérdéshez értünk, mégpedig ahhoz, hogy hogyan alakult át a világ tengerhajózásának a struktúrája. Ugye az, hogy direkt vonalak léteznek, erről nem kell beszélnem. Ez teljesen független attól, hogy egy rövid partmenti hajózásról van szó, vagy netán interkontinentálisról. Tólig, from to, vagy az angol mondja. Na most a megszakítatlan globális járatok, a round the world, erről már talán kevesebbet hallottak. Ez kérem szépen annyit jelent, ezt a Evergen csinált elsősorban tajvani cég, aztán utána mások is követték a példáját, hogy hatalmas anyahajókkal, konténer anyahajókkal szállítják a konténereket folyamatosan és egy irányban. Tehát ez annyit jelent, hogy elindultak Dél-Kelet-Ázsiából, átjöttek a Szuezi csatornán, földközi tenger közepe, ki a Gibraltári szoroson, Atlanti óceán, Panama csatorna, Csendes óceán. Miközben a legénységet, amikor annak eljön az ideje, helikopterekkel viszik ki a partra, és onnét szabadságra mennek haza repülőbe. Na most ennek ugye az volt a koncepciója, hogy a műholdas telefon segítségével találkozót beszélnek meg a különfajta melléktengerekről oda úszó hajókkal, és szépen a fedélzeti daruval átrakják a konténereket. Ez a forma napjainkra úgy elhalványult. Ennek az igazi felfutása ugye a 90-es évek és a 2000-es évek fordulója. Ellenben a Hub and Space, amely eredetileg az Egyesült Államok végig közlekedésében valósult meg, amikor a deregulációs és liberalizációs törvényt az Egyesült Államokban a 70-es években létrehozták, akkor ugye kitalálták azt, hogy olcsóbbá tehetik az utazást azáltal, ha csomópontokra gyűjtik össze a forgalmat és szétosztjuk. Ezt megint csak nem kell önöknek magyaráznom, ez egy teljesen érthető dolog. Na most igen, ám de a tengerhajózásban ez mit jelentett? Mert az, hogy van egy repülőtér, és ott a utasok ugye jobb esetben ki se szállnak, rosszabb esetben várakoznak valahol egy órát, vagy többet esetleg, ez egy más dolog. De mit lehet csinálni konténerekkel? Hát az, hogy át kell rakni a konténert. Hogyan? Van ennek egy közvetlen módja, amikor odaáll az egyik hajó a másik mellé, feeder hajó ugye az anyahajó mellé, vagy, de inkább ez az utóbbi megy, mert az előbbi eléggé nehezen kivitelezhető, hogy kirakják a partra, és utána jön a másik hajó, és átrakják. És ez egy annyira jövedelmező tevékenység lett, hogy ma már a világ konténerforgalmának a 28%-át köti le ez a fajta rakodási forma. A transhipment huboknak, vagyis a csomópontoknak a kiválasztása, allokációja milyen szempontok szerint? Hát legalább ugye, közel legyen a tengeri útvonalokhoz. A másik ugye az, hogy ne legyen olyan kikötőkben, ahol amúgy is nagy a hagyományos forgalom,
Ezért igen gyakran azt csinálják, hogy sokszor vagy közvetlen mellette, vagy akár egy-két kilométerre hozzák létre. De valamikor zöldmezős beruházásként. Na most hát ugye nagyon érdekes példái vannak ennek, mert például Szalala, Ománnak a déli partján, az a sivatagban épült meg, semmi nem volt ott. Egyszer megcsinálták abból a célból, üzleti célból egy kikötőt, még egy pálma se volt a közelben, és ez ma már ilyen 4-5 millió TU forgalmat bonyolít le, és horribile dictu azóta már nem csak a transhipment tevékenységet folytatja, hanem szépen jön a gateway forgalom is, a kapu forgalom, vagyis a mögöttes térségről, föltöltődik már és kiegészül. Hol vannak azok a kikötők? Szándékosan nem hoztam el a térképet, mert akkor leragadnánk annál. Ahol 75% felett van. Természetesen Dél-Kelet-Ázsia, hiszen ott találkozik, ugye, a Távol-Kelet, ott találkozik az a Dél-Kelet-Ázsia, ami rendkívül feljövőben van, Ausztrália és bizonyos mértékig India. Ugye ez is egy kontraszt dolog, mi állandóan arról beszélünk, hogy India majd behozza Kínát. Hát, igen, van egy Bangalore-szindróma, hogy India a szoftverben fantasztikus eredményeket ért el, és világszerte piacvezető, de amennyire etéren kiemelkedőek, az anyagiak terén még mindig rendkívül messze vannak Kínától. Ugye azért az mégiscsak egy fura dolog, hogy a transhipment igényüknek a túlnyomó részét Colombóban, ugye, Sri Lankán bonyolítják le. Mert egyszerűen nem tudtak még olyan kapacitású kikötőket létrehozni, pedig földrajzilag egy ék alakú valamiben a Indiai-óceánban meg lett volna a lehetőség. Hát itt olyan nevek vannak, ugye, mint Tanjung, Pelepász, Port, Kelang, olyan nevek jönnek be, kérem, amiket soha az életben nem hallottunk. Az atlaszokon úgy kell megnézni, hogy van-e egyáltalában ilyen, sokszor nem is találja az ember rajta. Tehát ezzel csak azt akarom érzékeltetni, hogy a gyorsasága, a felgyorsulása a világnak, a logisztikában, a világ logisztikában, a globálisban rendkívüli iramot fogom. Na most a másik a Mediterránium, amire visszatérünk, és a Panama csatornának a bejárata és a karibi térség, ugye Bilboa, és itten... Na most az az érdekes, ugye, hogy Nyugat-Európában egy vegyes szolgáltatás van, van gateway és van transhipment egyaránt. Ezt viszont ne úgy vegyük, hogy ó, hát a Nyugat-Európa elmaradt. Hát azért nem, mert olyan dimenzióról van szó, ahol annak egy néhány százaléka a sokkal nagyobb TU-t jelent meg, mint teszem azt egy kis kikötőben, ahol mondjuk 95%-a ugye transhipment természetesen eltűnt. A mediterrán hubok. Talán először, mehetünk talán tovább egyel, hogy kérem szépen csak nagy-nagy vonalakban. Egyen nem értek egyet a szerzővel, ugyanis ő az első generációs hubok közé vitte be Pireuszt azzal, hogy, mert nyilvánvaló, hogy Portside, hogy Málta, Marsaklós, most így hívjuk, ugye, és Algeciras, ezek valóban a hajózási tengelyhez közel álló optimális elhelyezkedési kikötők voltak. Nem véletlen, hogy ezek kapcsolódtak be a konténerizáció először. Ugyanis a teória megálmodója, akit én egy rendkívül tisztelek, egy holland származású amerikai professzor, a Kondratjev-Leontjev ciklusokhoz, illetve az áru ciklusokhoz hasonlóan fölépítette egy cikluselméletet, hogy a kikötők fejlődésének 4 vagy esetleg 5 fázisát különíthetjük el, de hát ez sok esetben működik, sok esetben nem működik. A második, kérem szépen, az, amikor ugyan nem a legkedvezőbb helyzetben vannak, ám egy állami határozattal, netán Európai Uniós forrásból megvalósulnak új hubok. Hát ilyen volt ugye a Gioia Tauro. Dél-Olaszországban. Miért hozták létre Gioia Taurót? Azért hozták létre, hogy az Európai Uniónak legyen egy olyan getvéje, ahonnét tulajdonképpen át lehet menni az Alpokon, és Németországot ki lehet szolgálni. Utána rájöttek arra, hogy az olasz vasútak ezt nem bírja el. Akkor átalakították egy transhipment kikötővé,
Igen ám, de amióta a újabb generációs kikötők megjelentek, és itt van mondjuk akkor Valencia, és itt van Ambarlia törököknél, most Ambarlia alatt nem kell mást érteni, mint Isztambulnak a nagy kikötője, Kumporttal együtt, ezek annyira jönnek föl, hogy elszívják a forgalmat. Vagy erről még a forgalom elszívásról lesz szó. Hogyan rendeződött át a kikötői forgalom Európában? Húztam egy vonalat. A vonal felettiek nyugat-európaiak. Szíveskedjenek egy pislantást venni arra, hogy milyen volt a növekedési arány 1996 és 18 között. Ugye azt látjuk, hogy az átlagszámok messze elmaradnak a déli kikötők, tehát a földközi-tengeri kikötők között. És itt Pireus az, amelyik egy valóságos csoda, idézőjelbe teszem természetesen, majd erre még visszatérünk. Hogy miért? Ugye ez egy roppant izgalmas téma. Mehetünk tovább. Egy további nagyon érdekes fejlemény Oroszország. Kérem, a Szovjetunió annak idején a forgalmának a 80%-át a Baltikumon keresztül tranzitálta. Nagyon erős kiépített vasútvonalai voltak, ahol 4-5 ezer tonnás szerelvényeket lehetett mozgatni. Közben ugye szétesett a Szovjetunió, az Orosz Föderáció szembesült azzal, hogy Szentpétervár nem bírja a forgalmat, messze nem, és egymás után létesültek a Finnöbölben, Szentpétervár környékén, ezt ne úgy tessék elképzelni, hogy 5 kilométerre, valamikor 150 kilométerre, óriás kikötők. Ma ott tartunk, hogy Oroszországnak a saját kikötői kapacitása olyan 250 millió tonna. Ez ugye, akik ebben a világban élnek, tudják, ez egy magas szám, viszont elég gyenge a konténerforgalma, az nem több, mint egy olyan 2,5-3-4 millió között szokott mozogni. Na most mi itt a mai helyzet? Hát az, hogy az országok, amelyek hatalmas bevételhez jutottak, még a 90-es évek elején, mert itt dollár 100 milliókról van ám szó a tranzidíj esetében, éves szinten, elmaradtak ezek a pénzek. Tehát kénytelenek ezek a balti államok más irányba terelni, és ez egy nagyon jó dolog egyébként, hogy rá vannak kényszerülve a megújulásra, a struktúra megújulására, innovációkra, és nagyon szép eredményeket érnek el, különösen az észtek, mint ismeri. Finnországot is érinti, de ott nem annyira, ugyanis azóta az érdekesség, hogy az oroszok nem tudták a gépkocsi forgalmat levezényelni a saját kikötőiken keresztül. Ugye Oroszország a saját gépkocsi ellátására az alapozott a szovjet időkben. Na most beköszöntött a politikai fordulat, utána mi történik? Iszonyú mennyiségű nyugati autót hoznak be, keletre meg Vladivostokon keresztül japán autót. Igen ám, de nincs hozzájuk sem rakodótér, sem elképzelési, nincsenek kereskedők, nem értenek a kereskedéshez, és ezzel megbízták a finneket, és Hamina Kotka ebből gazdagodott meg, és vált a Helsinki mellett az egyik legnagyobb kikötővé. Ez már a múlté, már Hamina Kotkában körülbelül olyan 15-20%-ra esett vissza a forgalom. Tehát itt egy olyan ellenmondásról van szó, hogy ahol elveszek valamit, az a túloldalon hiányzik, és azt fel kell tölteni, ami viszont progresszív ugye a gazdasági szempontból. Na most jutunk el oda, hogy a kikötő választást akkor hogyan is kellene kezelnünk. Vannak nagyon furcsa módszertani problémák. Hát az első az a szempontváltozat, hogy a kikötőből nézem a hinterlandot, ugye? Hát ebben az esetben mondjuk azt, hogy Triest, az, hogy Fiume, teljesen mindegy, Koper. Akkor azt nézem, hogy mely országokban mennyit szállítok, hol, mekkora területet sugároz be a kikötőnek a hinterlandja. Ezt lehet mérni ugye irányvonatok számában, lehet mérni TU-ban, különfajta adatokban. Sajnos borzasztóan nehéz egy hiteles adatsort összeállítani. Mert hiszen nem azonos egy ország adata, egy vállalat, mondjuk egy uralkodó nagyvállalat adatával. A másik lehetőség, hogy az adott hinterland országból konkrétan, és akkor mehetünk tovább, ugye itt van egy ilyen térkép, hogy kérem szépen, nem mindegy azt, hogy én hány régióban gondolkodok. Ez például 9 régióra osztja fel Európát, ami nekem nagyon szimpatikus, mert mennél részletesebb, annál több az információ benne. De azért ugye kétségbe vonom azt, hogy
tényleg lehet mondjuk atlantinak mondani a portugál kikötőket, valamint a dél-spanyol, délnyugati spanyol kikötőket, mi a alapon? Mert ugye az még csak rendben van, hogy a Le Év Hamburg Range az egy egységet alkot. De hát itt mindenkinek, hogy is mondjam, a lehetősége vannak kritikára, nem beszélve arra, hogy vannak úgynevezett átmeneti zónák, ahol nem lehet állásfoglalni, mert hol ide, hol oda húz a terület, de ugyanakkor azt is tudjuk például, hogy ma Shanghai és München között, éppen az Észak-Adriai kikötőkön keresztül $100 olcsóbb egy 40 lábas konténert elvinni, mint Hamburgon keresztül, mert ennyire versenyképesítették itt magukat. Na most egy másik lehetőség. Bocsánatot kívánok, rosszul mondtam, pont fordítva, hogy még mindig ez a helyzet, hogy Hamburgon keresztül elnézést a potlásé. Itt meg arról van szó, hogy keresztbe átlapolások léteznek, és mondjuk a német kikötők, ahogyan megfigyelik önök, átmennek ugyan Csehországba, és még bizonyos részét Ausztriának is magukénak hallják, de mondtam, az egész Rajna-völgy ad már teljesen a nyugati kikötőknek a kompetenciájába tartozik. Én mondjuk Lengyelországot nem raktam volna föl erre a térképre, mert érdekes ugyan, hogy oda besugároz valamennyire, ugye Hamburg és Bréma, aztán ugye hát a többiek eléggé ugyancsak megkérdőjelezhetők, hogy a liguriai kikötők miért éppen ott érnek véget, ez magyarázatra szorul, hogy Magyarország megosztott, hát mondjuk ezen is lehetne vitatkozni, milyen mértékben és hol, hiszen más tényezők jönnek be. Na most a legegyszerűbb ugye az, amikor legtisztább, amikor azt mondom, kérem, van egy kikötő, és érdekel az, hogy hol van a piac területe. Teljesen természetes, hogy Hamburgnak, Németországa legnagyobb. És utána aztán esetleges módon, akár Belarusztól kezdve Észak-Franciaországig és a Poalföldig, de ezek évről évre, mint az amőrbe változnak, egy ilyen pillanatfelvétel, tehát az információs jelentősüket nem szabad eltúlozni. Van egy olyan megközelítés a kikötők piacválasztásában, amikor azt nézik, hogy a kikötői rendsből, tehát ebből az egész nyugat-európai északi kikötői, óriási kikötőhalmazból, konkrétan egy kikötő, a mi esetünkben ugye Hamburg, hogyan veszi ki a részét. És akkor az eléggé érdekes dolog, hogy mennyire magáévá tette, ha itt tetszik, lengyel piacot, a cseh piacot, és ugyanakkor, hogy mennyire letisztult Nyugat-Európa, ahova szinte nem engedik betörni Hamburgot, pedig vannak olyan szolgáltatásai, amelyek önmagukban versenyképesek. Na, akkor előjön a versenyképesség kérdése, nem foglalkozok vele, mert ezt a kifejezést úton, ottfélen használjuk, de nem tudjuk, hogy miért értünk az alatt. Először tisztálni kell, hogy mire vonatkozik. Most érkezünk el az Észak-Adriai kikötőkhöz, és itt egy kicsit, mivel az idő nagyon megy, engedjék meg, hogy gyorsabban menjek. Ugye az a probléma, nincsenek hajózható folyók, hiszen Hamburg, hiszen Rotterdam, sőt Antwerpen is folyóknak köszönhetik a fellendülésüket, és később álltak át, ugye a vasút is egyéb. És a mai napig nagyon nagy tételeket hoznak, hát Antwerpenről is beszél. A másik probléma az, hogy hát egy olyan furcsa helyzetben vannak, hogy távol vannak a nagy sodorvonalaktól, ami a földközi tenger közepén halad, de ez már annak idején, 1870-es években is neheztelték, amikor megnyílott a Suez csatorna, hogy az angol meg a holland hajók, azok nem jönnek be ide hozzánk, azok csak húznak, mennek Liverpoolba meg Londonba. Hát hogyne, kétszer, háromszor akkor a hajókról szó, mint az osztrák hajók, és egyszerűen nem volt hogy gazdaságos megállni. Gyenge a vonzerő, hiszen nagy hajózási társaságokat roppant nehéz ide csalogatni. Ha nincs piac, akkor meggondolják. Először csak szúrópróbaszerűen jelennek meg, aztán utána, ha bejön, akkor maradnak, ha nem, akkor kilépnek a piacról. Na most itt jön elő az a kérdés, hogy mit csináljuk. Legyen verseny,
hiszen a kapitalizmus nem szól másról a kapitalista gazdaság, mint a versenyről, ennek vannak természetesen modifikáltabb változatai, vagy legyen együttműködés. Hát ugye azt tudjuk, hogy mihez vezet az éles verseny, forráspazarlás, és az egyezmények pedig hát nagyon sokfajta tényezőtől függnek, és nagyon nehéz megtalálni a kompromisszumot a kettő között. Létrejött az észak-adriai kikötők között egy együttműködési megállapodás, ezt úgy hívják, hogy NAPA. North Adriatic Ports Association. Hát ebben ugye öt kikötő vesz részt, ebből három az Isztria melletti, kettő pedig az északi puhaföldi. Velence és Ravenna mindig is különálló volt. És Ravenna annyira ingadozott, hogy hol belépett, hol kilépett, 12-ben belépett, vagy bocsánat, 12-ben kilépett, 17-ben megint visszajött. Tehát éppen az érdekei megkívánják. Na most, ha nekem van egy bármifajta ilyen egyesületem, vagy szövetség, bárminek nevezzem, hát enyhén szóval fejet csóváltató ez a fajta ugye magatartás, de üzletileg teljesen érthető. És hát ezt úgy állították ugye be, hogy ez egy EU által támogatott határokon átívelő a regionális együttműködés, integrál kikötőtense multiport gateway, tehát annyit jelent, hogy a több kikötőből áró egység kölcsönösen tudja a szinergiáit felsrófolni azáltal, hogy a legoptimálisabb munkamegosztás és hinterland közlekedést biztosítja. Mehetünk tovább. Nagyon kemény kritikát kapott a NAPA, és ha én most nem sorolom föl ezeket, ugye egész odáig, hogy hibernált állapotba lévő teszalot, és ráfogják azt, hogy az Európai Unió nagyon sokat adott nekik, ezért hozták létre. Ez egyszerűen tételesen nem igaz. Amit kapott az Uniótól, az inkább a szervezetnek a föntartását szolgálta, és egyáltalában nem valami komolyabb fejlesztéseket. Tehát idáig jutottunk el, azt hiszem, hogy ezt kommentálni nem kell. És nagyon érdekes, Tvrdi nevű horvát-szlovén kollega, aki csinált egy táblázatot 2004-ben, hogy van egy kiegyensúlyozott kapcsolat, van egy együttműködő, van egy ragadozó és áldozat, predátor és páj, és van egy versengő. 2014-ben már csak hármat mert csinálni, három kategóriát, és leegyszerűsítette úgy, hogy van kölcsönösen együttműködő, kölcsönösen versengő, meg van olyan, hogy aszimmetrikus, hogy egy kicsit elbillen az 50%-tól erre-arra. Na most, ahogyan rátesszenek nézni erre, teljesen világos az, hogy átrendeződtek a viszonyok. Hogy mitől? Hát erről hosszasan lehetne beszélni. Ez egy külön előadás lenne, hogy mik azok a tényezők, amelyek a számok mögött vannak, amik a viszonyrendszert fölrúgták, új struktúrát alakítottak ki, és megmondom őszintén, hogy én egy-két étellel szemben szkeptikus vagyok, de ez legyen az én bajom. Nyilvánvaló, hogy a 100%-os nincsen olyan versengő meg, hanem olyan lenne, hogy mi melyikor összefogunk, melyik közös célunk van, utána kicsit odébb megyünk egymástól, saját pecsényénket sütjük, és hát az is biztos, hogy Fiumének lenne a legnagyobb szüksége arra, mint a Benjaminra, hogy ez az együttműködés menjen. Csak egy nagyon rövid szemléltetés arra, hogy 1909-től micsoda változások mentek végbe a NAPA kitötő családon belül. Ahogyan tetszenek látni, Ravenna volt akkor még a konténerben az első, Triestben a olaj miatt mindig is Triest volt az első, és hova jutottunk? Hogy Koper kimagaslóan első a konténerben, és megelőzte Triestet is a százalékos növekedésben. Vagyis a legéletképesebb kikötő ebből a táblázatból számszerűen Koper. Az más kérdés, hogy majd mindjárt szólunk róla, milyen gondjai vannak. Van egy mérsékelt szakosodás, de azt mondhatom, hogy egy szatócsbot ez az egész társaság, mert mindent lehet kapni. Vannak benne hibás például adatok, ugye Fiuméből egyszer storinozta a folyékontrollot, nem igaz, csak egy
rövid szemlétet, és azt hiszem nem túlzott a nagy érdeklődéset, hogy számot, menjünk tovább. Na és akkor itt jönnek az izgalmasabb kérdések, hogy hát milyen is akkor a hinterlandi összeköttetés? Hát úgy néz ki, hogy Triest és Koper, ezek fej-fej mellett vannak, hogy a heti irányvonatoknak, a block traineknek a számát összeadom, Fiume nagyon elmarad, és azt is látjuk, hogy országos szerint ugye azért Ausztria a nagyon masszívan, kérem szépen, jelen van ebben a történetben. Nagyon lényeges lenne, és ez egy vissza fogok térni az utolsó mondatainál arra, döntő kérdés, hogy be tudunk-e ide hozni, bevonzani nagy multi társaságokat, hiszen ma már nem nemzeti hajózási társaságok vannak, hanem multi és transznacionálisok. Ezek állandóan újabb és újabb konglomerációkat alkotnak, és hát úgy néz ki, hogy itt tulajdonképpen, ha szabad azt mondani, Koper itt is egy kicsit úgy jobban áll az átlagnál az interkontinentális vonalak esetében. A kis távolsága is a feedereknél pedig úgy néz ki, hogy hát a Velence valamivel megelőzi Kópert. A vonalak számát tekintve megint csak azt hiszem, hogy nagyjából hasonló a helyzet. Ez csak egy rövid megjegyzés volt ahhoz, hogy nem a mai helyzetet nem szabad döntőnek nézni, hanem a jövőt kellene nézni, hogy milyen irányba lehet elmozdulni. Mi dönteti el a versenyt? Majd erre visszatérek még, talán megbotránkoznak rajta, ha az első kritériumokat, kritérium mellé rendelem Kína közreműködését. Hát kérem, tetszik, nem tetszik, finnyásak lehetünk, nem lehetünk finnyásak. Kína itt van a sarkunkban, és mindenki ácsingózik a kínai befektetésekért. Más kérdés a transzeurópai koridorok, amely ugye azért alapvetően EU kompetencia és nemzeti kompetencia. Nézzük meg az egyes kikötőket röviden. Triest először egy óriási birodalom, ne felejtsük el, ipari termelésben az osztrál-magyar monarchia és a világkereskedelemben negyedik volt a világon, lehet, hogy ez nem tudatosult ugye bennünk. Ebből egy ultraperiféria lett akkor, amikor ugye hát Olaszországhoz csatolták. A két világháború között alig tudtak valamit rajta segíteni, pedig Mussolini hadipart tett oda, kikötőt bővített, nem sorolom, hogy mi minden történt. Máig ott van a szobra egyébként a Triest Egyetemen. Aztán utána egy bizonytalan státus. Miért? Ugyanis, nem tudom, erről hallottak-e, hogy a II. Világháború után, amikor a Tito partizán csapatai elfoglalták Triestet, és az angolok beléptek, ott nagyon kemény dolgok mentek végbe, olyannyira, hogy Klagenfurtig bementek Tito csapatai. Ha valaki ma elmegy Klagenfurtba, van egy oszlop, amely le van ott írva német és egyéb nyelveken, hogy innét paterolták ki a jugoszláv néphadsereget az angolok. Mert ugye volt egy egyezmény, hogy mégis Ausztria azért nem tartozik oda. De ezt azért mondom csak, hogy ott volt egy A-zóna, meg volt egy B-zóna. A B-zónát megkapta ugye Jugoszlávia, az A-zónát szerencsére vagy szerencsétlenségre megkapta Olaszország. Ezek egy bizonytalan helyzet. Ausztria megkapta lehetőséget arra a Párizsi Egyezmény értelmében, hogy továbbra is igénybe veheti Triestet, ami Triestnek létfontosságú lett volna, hogy a legnagyobb piac területét ugye megőrizze, de egyszerűen Ausztria akkor még abban a helyzetben volt, hogy éppen hogy a szövetséges megszállások alól ugye felszabadult, és gazdasága gyenge volt. Az olasz kormányzat integrációs törekvései gyengék maradtak. Mi mentette meg Triestet? Az olaj. Miért az olaj? Na, itt egy mondatot erről. Kérem, létrejött az európai, először vas és acél közösség, utána az európai közösség. Az olajat, ugye akkor még nem voltak északi tengeri lehetőségeink, onnét hozták a közel-keletről és egyéb forrásokból. Igen ám, de a finomítók mindenütt a tengerparton helyezkedtek el.
és a kik, és az árak befelé, a kontinens belseje felé egyre magasabbak lettek. Vagyis olyan, a németek unták meg ezt először, amikor valamerre ott Ingolstadt környékén körülbelül 30-40%-kal többe került a gázolaj, mint a délebbi területeken. És akkor jött egy határozat, hogy gyerünk, építsük meg a hatalmas csőrendszereket. És Wilhelmshavenből, Rotterdamból, Genovából megindultak a vezetékek be a kontinens belsejébe, így Triestből is megindul a tal, ezt elvezették Ingolstadtba, ahol az Audinak, ugye ma tudjuk, a üzeme van, és ez egy fantasztikus, innovációs város különben, és az AVP, ez pedig egy kiágazás V6-hoz. Nos, évente először csak ilyen 30 milliót, most már 40 millió tonna fölötti az, ami a csővezetéken keresztül megy. Igen ám, de az, hogy 80 ember kezeli ezt az óriási rendszert Triestben, ez sem a foglalkoztatás, sem egyéb szempontból nem jelent egy kiemelkedő dolgot, hanem egy fikció, ha úgy tetszik, a statisztikában. Hát ki lehet mutatni azt, hogy Triest 65 milliós forgalma van. Hát persze, hát az olaj kitesz belőle, tetszenek látni majdnem 80%-ot. Na most az olajon kívüli áruknak pedig, hát a gyenge fele az Észak-Olaszországban megy, a többit pedig tranziton viszi, de főként vasúton. Triestnek a második lehetőségét adatta meg, amikor a dészláv háború történt sajnos, mert ő ebből nagyon jó, szép hasznokat húzott, átterelődött a forradalom Triestbe. Utána jön egy újabb időszak, amikor Törökország európai tengeri kapuja. Hogyan? Hát az történik, hogy ugye a balkáni háború miatt Törökország, ami ne felejtsük el, azért nem egy akármilyen gazdaság, és a német iparral rendkívül erősen összefonódott, ugye? A hűtőszekrényről, a buszgyártás és autógyártáson minden ott van már. Egyszerűen nem tudott Közép-Európával közlekedési kapcsolatot teremteni a Balkánon keresztül. Mit kellett csinálni? Rátenni a kamionokat hajóra, ro-ro, roll-on, roll-off. És három nap alatt meg tudták tenni azt az utat, amit a legoptimálisabb esetben, ha éppen béke volt és volt hozzá infrastruktúra, húznak. Na most annyira megszokták a törökök ezt a fajta kényelmes megoldást, és nem azt csinálják, hogy mondjuk Bariban vagy Brindisiben kötnek ki Dél-Olaszországban, mert az olasz vasutak nagyon rossz teljesítő képességűek, hanem egyből benn vannak Európának egy hatalmas öblében, ahol nézzi tudják dobni az árut. És ez egészen odáig ment, hogy a Ljubljanai repülőtér annak köszönhette a forgalmának egy részét, hogy a sofőröket, kérem szépen, úgy kötték vissza a repülőgéppel Ambarliba, Törökországba. Na most ez a folyamat ma már nincs itt rajta, körülbelül a 3-4 millió tonnánál megakadt, de egy rendkívül jelentős dolog. Alagút bővítéseket kellett csinálni azért, hogy két sor magasságban a konténerek elférjenek. Mert ugye Amerika rájött arra, hogy az egy sor konténer az nem konténer. A ismét szabad kikötő lett, a távolsági hajójáratok, kicsit felgyorsítom, elnézést, ahogy látják, Ausztria, amely mindig a Hinterlandban erős, és egy csomó társaság oda települt. Itt lehet látni egy kis vázlatot arról, hogy hol vannak a legfontosabbak. Még Kielbe és hát a Weser torkolatába. Na most Ludwigshafen pedig azért fontos, ez mindig előjön a Ludwigshafen. Miért a Ludwigshafen? Mert ott van a BASF, ez az Európa legnagyobb ugye, kémiai cége, vagy 6 kilométer hosszat ott vannak a Rajna-parton, és egy döbbenetes lajvonzerű. Kína megjelenése. Hát lehet értékelni úgy is, hogy nagyon túlzott várakozásokról van szó, lehet úgy is, hogy félelmekről van szó, ahogy ezt a két idézetet már olvassam. Hát miért? Mert ugye meghirdették Kínában 2013-ban a One Belt, One Road című nagy programot, amit kezdeményezés jelszó alatt adnak el, hogy így mondjam, 65 ország, 4 trillió dollár.
Ennyi a tervezett befektetés. Ez annyit jelent, hogy a teljes Dél-Ázsiát, a teljes Közel-Keletet, a teljes európai rendszert és a teljes kelet-afrikai rendszert be akarják hálózni. Na most ugye Barabási óta tudjuk, hogy a behálózásnak milyen fajta modelljei vannak, ez egy külön dolog. Itt csak én két dolgot emelnék ki. Hogy Triestnek lényegében nincsen félteni valója egyelőre. Miért nincs félteni valója? Azért, mert egyszerűen nem funkcionális versenytársa Pireusszal. Ugye Pireuszról mi jut eszünkbe? Hát nyilván a Belgrád-Budapest vasút, amelynek a magyarázata az, hogy Pireuszból indulna a kínai áru, ott jönne föl, disztribúciós központ Budapest, ez nyilvánvaló nagyon komoly dolgokat hozna Magyarországnak. Igen ám, csak a kínaiak, mintha megfeledkezte volna erről a vasútról, meg fogják majd csinálni, előbb-utóbb gondolom, de ők 80%-ban a transzsiprendben rendezkedtek be. És ma, ott, ahol volt 200 ezeres forgalom, 4 millió 900 ezernél tartottak tavaly. És ez a szám így megy fölfelé, mert ott rendezkedtek be egész Közel-Kelet ellátására. Vagyis két különfajta funkcióról van szó, a kettőt, a gateway-t és a transzsiprendet nem szabad összetéveszteni. Mert egyelőre az igaz, hogy van úgy hetente három konténervonat, amely részben magyar bürokratikus érinti, részben Dunaszerdahelyre megy a szlovákokhoz, de alapvetően ez kérem szépen Észak-Macedóniát, és bizonyos mértékig a Szerbiát látja el. És hát nyilvánvaló, hogy Triest az teljesen alkalmatlan a transzsipmentre. Hát miért raknák ott hajra, hogy visszajöjjenek? Ma Triestben olyan 1,5-2% a transzsipment. Az is abból adódik, hogy vannak olyan hajók, hogy túlterhelt és átrakják, hogy menjen el Fiumébe vagy Ravennába. Viszont legközelebb van ugye Közép-Peruhához. Lehetünk tovább. Fiume, itt vannak a különfajta szakaszok. Ugye a Jugoszlávia idején az történt, hogy Fiumének a kapacitása, miután Magyarországgal szakítottak politikailag, nem fejlesztették, nagyon gyenge maradt, és erre a jugoszlávok elhatározták, hogy legyenek új kikötők. Megnyitották Bárt, mint megnyitották Plócsét. Bár a Belgrád vasút oda a világ egyik legdrágábban épített vasútja. A világbanki hitelből épült, valami egészen különleges dolog. Most a kínaiak dolgoznak a újraindításán. Egyébként Kína nincs olyan adriai kikötő, hogy ne lenne ott. És mindenütt ígéri azt, hogy csinál a vasutat, és csinál mi mindent. Na most ugye Fiume az 79-ről azért lett nagyon egy célpont kikötő, mert az olaj behozatala táplálta az Adriát. Magyarország nagyon jó járt volna, ha tényleg közelről hozzuk az olajat. Igen ám, de Moszkvában más mondtak. Hiába voltak akkor már kiegyezéses állapotban Jugoszláviában, jött ugye az olaj a Szovjetunióból, le kellett állítani az Adria vezetéket. És utána nagyon erős visszaesés történt Pancsovában. Jó, itt csak arra hívom fel a figyelmet, hogy Fiumének hallatlan előnye a hihetetlen tagolt kikötő megoszlás, tehát terület bőven van, erre már Kína is újabban odafigyelt. Az új konténer terminálok megítélésem szerint egy kicsit hát elgaloppozott fejlesztési terveknek a szüleményei, mert tessenek megnézni egyszer 650 ezer TU, egyszer megint 600, egyszer 200, ez 500-om 1.450, ma 279-nél tartunk. Ez annyit jelent, hogy a mai csúcs kóperinek a körülbelül a 1,5-szerese lenne. Nincsen egy világos kikötői víziója, nem látszik, hogy mi az a slot, az az igazi rés, amiben be tudnának nyomulni, ahol valóban a magukénak érezhetik, és akkor abból boldogulni tudnának. A forgalom, hogy látjuk, mi megy hova, ez csak egy rövid megjegyzés. Az elégtelen vasúti kapacitás az rendkívül nagy probléma, riasztóan nagy költségekkel, pedig koridorvasútról van szó, ezért kénytelenek rácsatlakozni a Bécs-Triesti vasútra, ahogy látják, jó erős felét teszi ki a Zágráb felének.
A hinterlandja egy érdekes dolog, hogy trimodális csomópontot hoztak létre Debrecen repülőtér mellett, ahol egy kisebb szétosztás van, szintén benne van a Sanga szétcsoport, tehát itt vannak már, de a CM, a CGM, ez a francia multicég, ez ugyancsak ott rendben van. Az ÖBB Ludwigshafenig próbál irányvonatokat szervezni. Na most, hát a horvátokra rendkívül jellemző az, hogy borzasztóan elgalopozzák a dolgokat. Kérem szépen, nem újságcikk, hanem tudományos folyamatban leírattatott az, hogy Fiume ma Adria legnagyobb kikötője. Schluss. No comment. Itt ugyanaz, hogy mekkora a hinterlandja. Cooper tulajdonképpen egy gazdasági provokációt Triesttel szemben, 12 kilométerrel ugye Triesttel, de ennek megvoltak a politikai okai, visszaadták olaszoknak azt, amit ugye, hát úgy gondoltak, hogy az ők élet volna. Ez egy hosszas téma, elment az idő, nem akarok vele foglalkozni. És egy biztos, hogy a multiplikátor indexszel nagyon szembeötlő, tehát egy egységnyi befektetés 8-szoros hasznot húz országos szinten, makrogazdasági szinten. Itt látható egy vázlat arra, hogy Cooperből a konténervonatok milyen irányban, mit hálóznak be. Na most itt van egy nagyon érdekes dolog, az elnök úr is az imént a felvezetőjében ugye szó esett arról, hogy igen, nekünk Cooper hosszú időn keresztül hát egy nagyon lényeges igazodási pontunk volt, államközi szinten is, de van egy olyan szerencsétlen szakasz, amelynek a megoldása az ennyibe kerülne. Ez egy olyan megaberuházás, hogy ehhez körülbelül 15 év óta próbálnak forrás szerezni. Az EU azzal utasította vissza a kérést, azért nem ad pénzt hozzá, mert országon belüli. Mert nem ország határon túlnyúló együttműködésben van. Itt a látványterve ennek a futurisztikus, fantasztikus új vasútnak, amit meg kellene építeni, olyan, mint egy svájci látványvasút. Valami döbbenetes műszaki alkotás kellene létrehozni, ahhoz, hogy ne két mozdonnyal, pedig villamosítva kelljen felhúzni a szerelvényeket divacsáig. Úgyhogy egy kicsit hát irreális a dolog, de van egy jó hír, hogy hozzáláttak a hozzá vezető utak építéséhez. Mert ugye először nyilván a szervizutakat kell megépíteni. Tovább mehetünk. Itt az a lényeg, hogy ha van Dryports a háttérben, akkor az a szerencsés, ha az mindig a kikötő tulajdonában van. Ha nem, önálló érdekek egymásra feszülnek. Kínai kapcsolat oda-vissza, majd 750 ezer autó megy, és hát ugye jó, mehetünk tovább. Na most Magyarország kikötő választása. Korszakok. Először természetesen a két világháború között olyan nagyon nem szeretve Jugoszláviát, de mégis rá voltunk kényszerebb, aztán Hamburgba is ment. Amikor Jugoszláviával összepattantunk, kénytelen voltunk elmenni Lengyelországba, és a lengyel kikötőben rakták át a magyar tengeri flottának a központját. Na most egy abszurd dolog, de hát a történelem már csak ilyen képtelenségeket ugye produkál. Utána jött a puhább, hogy így mondjam, Kádár korszak, amely nagyobb rugalmassággal kezelte a dolgokat, és akkor, ahogy látják, a paletta kiszélesedik. Aztán ugye a 90-es évektől pedig hát a szereplők nagyjából ugyanazok, és eljutottunk odáig, hogy Fiumébe, és most mondok, nem tudom, erre emlékeznek a fiatalok, 200 millió forintot adtunk Fiumébe annak idején, az első Orbán kormány idején, szuprastruktúrára, tehát raktárépítése. Ez lényegében egy gesztus volt, nem több. Hát ugye valaki tudja, mit ér 200 millió forint, és még visszaszámál akkor is. Aztán bejött Cooper, most tudjuk, hogy Triesz van elő, hogy mennyi az összes forgalma Magyarországnak, ami hiteles, az egy 2011-es adat, hogy 438 ezer a tengeri forgalmunk, ez nem egy túl nagy forgalom, ebből 100 ezer annyit tudok Hamburg. Az összes többi az valószínűleg az előbb említett kikötő között mozdul el. Na, utolsó gondolatok, milyen kihívásai vannak a jövőben a tengeri forgalom?
Vannak ugye itt gazdaságiak, ilyen a nyersanyag kitermelés súlypontjainak az eltolódása, ez egy hosszadalmas téma lenne. Az, hogy ma már Indonézia termeli a világ egyik legtöbb, egyik legnagyobb széntermelője Indonézia, sose volt az, és így tovább, és így tovább. Van egy másik, ami kicsit elméleti dolog, hogy a lokalitás versus globalitás hova vezet, a miniaturizálás. Tehát ha tényleg egyszer az információs társadalomba belépünk, és nem csak beszélünk róla, akkor elképzelhető az, hogy nem kell akkora mennyiségű tonnákat mozgatni, és hogyha elképzeljük azt, hogy a mondjuk a kis helyi sörfőzők helyettesítik a nagyokat, hogy csak egy ilyen nagyon profán példát mondjak, de hát ez már mindenkinek a megítéléséhez tartozik, hogy mennyire reális, mennyire nem reális egy globalizált világban. A klímaváltozás egy kőkemény dolog, egy olyan demográfiai és agrártérstruktúra átolódást okozhat, amelynek a végét még egyelőre nem látjuk. Ez egy önálló téma, nagyon komoly téma, megítélésem szerint az emberiség közös, globális, fő témája, mindent ennek kellene alárendelni. Ennek az egyik kiágazása, migráció, stb. 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 A másik, hogy az északi jeges-tengeri hajóút nagyon komolyan megnyillott, van egy újabb adat, 7,3 millió tonnát vittek el az oroszok ott északon. Ez mivel jár? Azzal, hogy az oroszok építettek egy olyan nukleáris erőművet, amelyet hajóra szereltek, egy döbbenetesen nagy erőmű, és ezt mobil módon tudják működtetni az északi jeges-tengeren, éppen ott, ahol szükség van rá. Mert ott ugye nagyon nehéz a fagyos területeken erőműveket létrehozni, pedig ott az olaj. Ami még érdekesebb, hogy hogy készül fel erre Finnország és Norvégia? Hát kérem úgy, hogy Rovaniemétől, a Lapföldtől, Finnországból Kirkeneszig vasutat építenek, ugye? És akkor egyből a balti tengerről ki lehet jutni a jeges tengerre, és el lehet menni egészen Japánba vagy Kínába, nem kell kimenni a Kattegaton és megkerülni a svéd-norvég félszigetet. És végül a Panama és a Szuezi csatorna bővítésének a hatását még pontosan nem látjuk. Egy biztos, hogy azok a várakozások, amelyeket velük szemben tápláltak, egyelőre nem mutatkoznak meg olyan mértékben, ugyanis nem tudtak lépést tartani a gigantizmussal. Mert ugye ilyen 12 ezer teósra rendezkedtek be, ez egy nagy dolog, gyorsabban megy a forgalom, de nem tudják hozni a legnagyobbakat. Kérem, elszaladt az idő, köszönöm a türelmüket.